Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, sorozatunkat, melyben racionális számok összehasonlítását gyakoroljuk. Így előző leckénkben megismerkedtünk már azokkal a szabályokkal, melyek segítségével bármely két racionális számról eldönthetjük, hogy melyikük a nagyobb, kisebb vagy esetleg egyenlőke. Mostani leckénkben sajátos összehasonlításokat végzünk, tehát egy picit más feladatok, mint amit eddig megszoktunk. Nézzük akkor ezeket a feladatokat. Hasonlítsuk össze a következő racionális számokat: 1079 és 1589. -ed. Eddig azt alkalmaztuk, hogy két tört esetében közös nevezőt kerestünk, és a számlálók alapján eldöntöttük, hogy melyik a nagyobb, melyik a kisebb. Ha megnézzük most a nevezőket, 79, illetve 89, hát elég nehéz lesz legkisebb közös többszöröst keresni. Ilyenkor Nézzük meg, hogy a számlálók esetében kereshetünk egy közös számlálót. Láthatjuk, hogy a számlálók 10 és 15 már ismerősek számunkra, így ebben a feladatban a legkisebb közös többszörös nem a nevezőkre, hanem a számlálókra keressük. 10 és 15 esetében nagyobbik szám a 15, ez nem osztható 10 maradék nélkül, veszem a 15-nek a kétszeresét, az 30, az már osztható 10 maradék nélkül, tehát a legkisebb közös többszörös, vagy mondjam így, hogy közös számláló a 30. Bővítsük most mindkét törtet úgy, hogy a számlálójuk 30 legyen. Nézzük az első törtet. 10 per 79. Ha a számláló 30, akkor 3-mal bővítem ezt a törtet, hiszen 10 x 3 az 30, így a nevezőt is 3-mal kell szorozni, 3 x 70 az 210, 3 x 9 az 27, 210 plusz 27, az 237. Másik törtünk esetében 15 per 89, ha azt szeretnénk, hogy a számláló 30 legyen, kettővel kell bővíteni, 2 15 adta a 30-at, ha most a 89-et is megszorozzuk kettővel, 2 x 80 az 160, 2 x 9 az 18, az összesen 178. Így már össze tudjuk hasonlítani ezt a két törtet, hiszen egyformák a számlálójuk. Emlékezzünk a szabályra. Ha két törtet szeretnénk összehasonlítani, melyeknek egyenlők a számlálóik, az a tört lesz a nagyobb, melynek a nevezője a kisebb. Vagyis konkrét esetünkben a 30 per 178 törtnek a nevezője a kisebb, így ez a tört lesz a nagyobb. Ugyanez érvényes az eredeti törtekre is. Vagyis a 1589 egy lesz a több, mint a 10 per 79 és ezt az eredeti feladatunkhoz is odaírhatjuk. Az ilyen típusú feladatoknál nagyon kell összpontosítanunk, főleg a mostani szabályunk alapján, hiszen nagyobb az a tört, melynek a nevezője a kisebb. Keverjük meg a paklikat, nehezítsünk a feladatunkon, mégpedig a következőkét. Az egyik törtünk legyen mínusz 5 per 11, a másik pedig a mínusz 7 per 19. Hát itt is azt látjuk, hogy a nevezők nagyobbak, viszont a számlálókra könnyebben találunk legkisebb közös többszörös, alkalmazzuk akkor ezt a módszert. Keressük meg az 5-nek és a 7-nek a legkisebb közös többszörösét, mivel ezek relatív prímszámok, így a legkisebb közös többszörös ennek a két számnak a szorzata, vagyis a 35. Bővítsük mindkét törtet úgy, hogy a számlálójuk 35 legyen. Az első tört esetében 7-tel kell, hogy bővítsek, hiszen 5x7 adja a 35-öt, így a nevezőt is, ha megszorozzuk 7-tel, 7 x 11 az 77. A második tört esetében, pont fordítva, itt most 5-tel bővítek, hiszen 5 x 7 adja a 35-öt. Ha nevezőt is szorzom 5-tel, 5 x 10 az 50, 5 x 9 az 45, 50 plusz 45 az 95. Hasonlítsuk össze a mínusz 35 77-ed és a mínusz 35 95-öt törteket mivel negatív törtekről van szó, alkalmazzuk azt a módszert, hogy először is az abszolút értéküket hasonlítjuk össze. Keressük tehát ezeknek a törteknek az abszolút értékét. Ugyanez lesz, csak plusz előjellel, vagyis az egyik tört esetében ez lesz a 3577 ed a másik tört esetében pedig a 3595 -ed. Így, ha most össze szeretnénk hasonlítani az abszolút értéküket, újból tudjuk alkalmazni azt a szabályt, és elegendő csak ezt az egy szabályt alkalmazni, azonos számlálójú törtek esetében az a tört a nagyobb, melynek a nevezője a kisebb. Láthatjuk, hogy a 77, mint nevező, kisebb, mint a 95, tehát a 35-77-et tört lesz a nagyobb, mint a 35-95-öt tört. Ez érvényes az abszolút értékükre. Az eredeti törteknél, ami ugye negatív előjellel volt, csak megfordítjuk ezt az összefüggést, itt viszont a mínusz 3577-et tört lesz a kevesebb, vagyis a kisebb, mint a mínusz 3595-öt. Ha megnézzük az eredeti törteket, amiket utólag bővítettünk, itt volt a mínusz 511-ed, illetve a mínusz 719-ed, erre a két töltre is ugyanez érvényes, vagyis a mínusz 511 kisebb, mint a mínusz 719-ed. Mostani feladatunk könnyűnek tűnik, így első ránézésre viszont tele van buktatókkal. Alkalmaztunk viszont eddigi szabályokat, konkrétan abszolút értékeket hasonlítottunk össze, illetve azon a számlálói törtek közül azon a nagyobb, amelynek a nevezője kisebb. Valójában az eddig ismert szabályok segítségével oldottuk meg a mostani feladatunkat. Ezzel feladatlapunk végéhez is érkeztünk, köszönöm a figyelmeteket!